köszöntelek benneteket, kedves kis elsős gyerekek! A nevem Pázsin Györgyi. Marosvásárhelyen a Tudorvád Imrezkó általános iskolában vagyok tanítónéni. A mai napon együtt fogjuk meglátogatni a Mesük szigetét. Én már korán reggel útra készültem, becsomagoltam és készen állok. Te is készen állsz? Becsomagoltál? Ha nem, most arra kérlek, hogy tedd be a táskádba a játékosságot, a figyelmet, a türelmet és az összes betűt, amit megismertél, Betőországba. Ha készen állsz, akkor induljunk. Most meglátogatjuk a mesék szigetét. A mesék szigetén van egy csodálatos meseerdő. Ebben az erdőben él az én kis kedvencem. Vajon ki lehet? Biztos, nektek is van kis kedvencetek. Egy kiskutya, vagy talán egy kis macska, vagy netán egy papagáj? De ki lehet az én kedvencem? Kitaláljátok? Segít a következő találós kérdés. Sapkája, akár szén, akár kék, mindig azdalója, nyitni kék. Tollazatom, színes, pompás. Megismétlem a mondókám. Na, szerintetek ki lehet az én kis kedvencem? A cinege. Igen, nagyon ügyesek vagytok. A cinege. Nézzétek csak az erdőszélén. Hova bújt el az én kis cinegém? Itt van. Az erdő szélén. Az erdő szélén vajon miért került oda? Mert keresi a hangyákat, pókokat? Lássuk, mit tudunk erről a széncinegéről. A neve széncinege. Figyel meg a külsejét. Mi borítja a cinege külsejét? Tollak, színes tollak. Milyen tollak borítják? Nézzétek csak, milyen színűek van fekete. Fekete a csőre, a feje tetején, a hasán középen egy csíkban. De látunk sárga tollat is, és fehéret is. Nézzük először a fehéret. A fehér az arca két oldalán van, erről a két foltról felismerhető messziről a cinege és látunk sárgát is, a hasán két oldalt. És még a zöldet is, a háta. Sötét pedig a szárnya vége és a farka. Nézzük, mivel táplálkozik, Mit teszik. Mit gondoltok, mit teszik? Rovarokat, pókokat, biza, és télen magvakat. Mogyorót is keres, bükmakkot, sokszor láthatjuk őket a földről táplálkozni, ahol bükfa található. Mi emberek is sokat segíthetünk nekik télen, ha etetőket helyezünk ki a fákra, ablakpárkányra. Hogyan szaporodik ez a kis cinege? Tojásokat rak le, pizza hova, a fészekbe, akár 10-12 tojást is lerak, Két hét alatt kikelnek a kisfiókák, három hét alatt pedig kialakulattól lazattuk nézzük meg a kisfiókákat. Így bizza. A kis cinege, a kis kedvencem, picur arra gondolt, hogy mivel ti már ismeritek majdnem minden lakóját betőországnak, és az olvasás is igen jól megy, megajándékoz benneteket egy mesével. Elárulom nektek, gyerekek, hogy picur, azokat a meséket kedveli a legjobban, amelyek róla szólnak. Biztos vagyok benne, hogy ti szeretitek, amikor édesanyátok rólatok mesél. Most pedig jól is ki a füledet, és hallgassd a mesét. Nézzük csak a mese címe. Mese a tavasz ébresztő cinegéről. De mielőtt meghallgatjuk a mesét, egy kicsit nézzük meg, miről szólhat ez a mese. Tavasz. Bizonyosan szó lesz a tavaszról, nem tudom, majd meglátjuk. Hát, még miről szólhat ez a mese? A cinege. Mindenképpen gondolom, hogy cinegéről fogunk hallani benne tavasz ébresztő cinege, hát ha a tavasz föl kell ébreszteni, akkor a tavasz alszik, és most bizonyosan tél van. És a tavaszt föl kell ébreszteni, a cinege felébreszti a tavaszt. De hogyan ébreszti fel? Mit gondoltok vajon a hangjával? Téged, édesanyád, hogy költ fel reggelente? Megpuszil? Megcirógat? Énekkel is talán? De hogyan ébresztítheti fel a tavasz egy kis cinege? Nem tudom, majd meglátjuk. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Hallgassuk meg akkor a követ, a mesét. Figyelj! Mese a tavasz ébresztő cinegéről. Amikor az erdő tündére megteremtette a telet, a madarak sorra útra keltek, melegebb tájak felé, de a kis színege nem tartott velük. Hát te, miért maradtál itt? kérdezte a tündér. Szeretem itt, szeretem, ami kukac van, meglelem. Hűségedért megjutalmazlak, mondta a tündér. Rád bízom a tavaszt. A tavaszt a kis harang hangja ébreszti fel. Azt a kis harangot neked kell megkeresned. Keresem én, keresem, felelte lelkesen a cinege, de hol keresem? A kis harangot a hóvirág tündérkéje őrzi, őt kell megkeresned. Megteszem, megteszem, mert szép a tavasz, szeretem. Eddig tart a mesénk, remélem tetszett. Hogy megtalálja-e a hóvirág tündérkéjét, azt majd egy következő alkalommal megtudjuk. Mielőtt elolvasuk a mesét, ismerkedjünk meg néhány szóval. Gyakoroljuk be azok olvasását. Olvasuk el a szószlopokat. Az első szószlop teremt, teremtett, teremtette, meg teremtett a következő szószlop, juttalmaz, juttalmazlak, meg juttalmazlak. És az utolsó szószlop, ébreszt, ébresztés, ébresztését. Az szóval olvasok el a szószlopok legalsó szavait, a leghosszabbat, megteremtette, megjutalmazlak, ébresztését. Ezeket a szavakat a meséből emeltem ki. Most nézzétek, három korongot láttok, egy fehéret, egy sárgát és egy zöldet. Mindegyik korongon négy szó van. Ezeket a szavakat is a meséből emeltem ki. Olvassátok el mindegyik szót, és keressétek meg azt az egyet, amely mind a három korongon rajta van. Egyszer olvassuk el a fehér korongon levő szavakat. Kis harang, szeretem, tavasz, tündér. Most a sárga korongon lévő szavakat. Szeretem, lelkesen, mondta, keresem. A zöldön, tavasz, cínege, tündérke, szeretem. Melyik az a szó, amelyik mind a három korongon rajta van? A szeretem, így van, ügyesek vagytok, ha ti is megtaláltátok, szeretem. Ki mondta azt, hogy szeretem? A cinege, de mit szeret a cinege? Emlékszünk rá? Ha nem emlékezünk rá, akkor most elolvassuk a mesét. Kérlek szépen, hogy próbáld velem olvasni és kövesd a mese szövegét. Mese a tavasz ébresztő cinegéről. Amikor az erdő tündére megteremtette a telet, a madarak sorra utra keltek melegebb tájak felé, de a kis cinege nem tartott velük. Hát te miért maradtál itt? kérdezte a tündér. Szeretem itt, szeretem. Ami kukac van, meglelem, felelte a kismadár. Hűségedért megjutalmazlak, mondta a tündér. Rád bízom a tavasz ébresztését. A tavaszt a kis harang hangja ébreszti fel, az a kis harangot neked kell megkeresned. Keresem én, keresem, mondta lelkesen a cinege. De hol keresem? A kis harangot a hóvirág tündérkéje őrzi, őt kell megkeresned. Megteszem, megteszem, mert szép a tavasz, szeretem. Nézzük meg, hogy írta a Vasa Albert nyomán, hogy ki a mese szereplői. Kezdjük olvasni a bal saroktól. Veréb, hóvirág tündérkéje, tél tündére, cinege, hóvirág, harang, erdőtündére. Kik a szereplők? Az erdőtündére, nagyon ügyesek vagytok, és a, a cínege, így van. Felismeritek ezeket a szereplőket? Kikről olvastunk? Ő az erdőtündére, hóvirág tündérkéje, aki őrzi a harangot, a kis harangot, és persze a kis cínegénk, most állításokat fogunk olvasni, és meg kell találnotok azt a szereplőt, akire illik. Jutalma a tavasz ébresztése. Kinek a jutalma a tavasz ébresztése? A cinegéi Jól van. Jutalmat adott, kiadott jutalmat. Az erdő tündére. Megteremtette a telet. Kiteremtette meg a telet. Erdő tündére. Nagyon ügyesek vagytok. A hangjára megérkezik a tavasz. Minek a hangjára érkezik meg a tavasz? A kis harang hangjára. Itt maradt télen. Ki maradt itt? A cinege. Őrzi a harangot. Hóvirág tündérkéje. Őrzi a harangot. Nagyon ügyesek vagytok, most az a feladatunk, hogy számozással állítsuk sorrendbe ezeket a mondatokat. Mi történt először? Az erdőtöndére megteremtette a telet, ez lesz az első. Azután? Itt maradt télen, megtudtuk, hogy a cinege itt maradt télen, és ez lesz a második. Ezért? Az erdő jutalmat adott, ez lesz a harmadik mondat. Jutalma mi lett? Jutalma a tavasz ébresztése, ez a negyedik. Nagyon ügyesek vagytok. A hangjára megérkezik a tavasz, ez az ötödik mondat, és az utolsó őrzi a harangot. Most arra kérlek, hogy figyeljétek meg a mese szövegét. Én különböző szint használtam. Mit gondoltok, miért használtam színeket? Elárulom nektek aztán, nézzük meg, milyen színeket használtam. Feketét, lilát, zöldet, lilát, zöldet, lilát, zöldet. Hány szint használtam? Három szint. Azért használtam három szint, elárulom neked, mert ha szerepekre osztva szeretném ezt a mesét elolvasni, akkor ez megmutatja nekem, hogy hány szereplőre van szükségem, hány szereplőre van szükségem. Három. Szükségem van egy mesélőre, az ő szerepe a fekete színű, szükségem van erdőtündérre, az övé a lila, és szükségem van a cinegére, az ő szerepe zöld. Most olvassuk el a cinege szerepét. Mit mond ő? Szeretem itt, szeretem, ami kukac van, meglelem. Keresem én, keresem, de hol keresem? Megteszem én, megteszem, mert szép a tavasz, szeretem. Ügyesek vagytok! Most szerintem eléggé jól ismerjük most már a mese szövegét, hogy tudjunk válaszolni a következő kérdésekre. Lássuk az elsőt. Ki maradt itthon? Ki maradt itthon? A cinege. Következő kérdés. Ki jutalmazta meg a kismadarat? Ki jutalmazta meg a kismadarat az erdő tündére? Mi ébreszti fel a tavaszt? A kis harang hangja, bizony a kis harang. Kit kell megkeresnie a cinegének? A hóvirág tündérkéjét. Mit őriz a hóvirág tündérkéje? A kis harangot nagyon ügyesek vagytok. Most hangokkal fogunk játszani, a betű ország lakói közül legutoljára a H hangot, a R hangot, a S hangot és a G hangot tanultátok, és az azoknak megfelelő betűjelét. Lássuk, most az a feladatotok, hogy hallottok szavakat, amelyben meg kell találnotok, melyik hangokat hallottok a kiemelt négy hang közül az első cinege, a g hang nagyon jó. Rád. A r hang. Megteszem. A g és a sz hang. Hóvirág. A h, r, g, hóvirág. Szeretem. A sz, r hang harang. Harang. A h, r, és a g hang. Meglelem a g hangot. És az utolsó szó a keresem. Keresem. A r hang. Most arra kérlek, hogy fedezd fel ezeket a betűket. Hol vannak a h betűk? Melyik szóban? Keressük meg! Hóvirág, harang. Most keressük meg a r betüket. A rád, hóvirág, szeretem, harang, keresem, öt betű, öt hang, öt betű, sz betüket. Sz, megteszem, és szeretem. És a g hangból is sokat találtunk, keressük meg a betüket. Cinege, megteszem, hóvirág, harang, meglelem, nagyon ügyesek vagytok, megtaláltátok az összes betüket. Amiért ilyen ügyesek vagytok, most egy játékra hívlak benneteket, a titkos szó, talál ki, melyik szóra gondoltam. Ezek közül a szavak közül, az előbb elolvastuk, magánhangzósan fogom elmondani, és neked ki kell találnod, melyik szóra gondoltam. O, I, A. Melyik szóra gondoltam? O, I, A. Hóvirág. Nagyon jó. Írjuk le szótagolva. Hóvirág. Hóvirág. Következő. I, E, E. Melyik szóra gondoltam? I, E, E. A cínege, így van, ci ne, ge. Most egy utolsó. E, e, e. Vigyázz, mert itt lehet, hogy egy kicsit csaltam. Lehet, hogy nem csak egy megoldás van. Megteszem. Írjuk le szótagolva. Meg, te, És még van egy. Szeretem. Írjuk le szótagolva. Szeretem. És a meglelem. Nagyon ügyesek vagytok, meglelem. Na, még egy játékra hívlak, figyelj, memóriajáték, hat szó van. Az a feladatod, hogy próbál megjegyezni ezt a hat szót, olvasd el kétszer, aztán elbújtatok egy szót, és ki kell találnod, melyik szó bújt el. Na, olvasuk el. Cinege, tavasz, hóvirág, évszak, Virág, madár. Na most, ha sikerült megegyezned, akkor hogy be a szemed, és elbújtatok egy szót? Hunyd be a szemed? Kinyithatod, melyik szó bújt el? Na lássuk! A virág szó. Nagyon ügyes vagy. Nézzünk, még egyet, még egy szót elbújtatok. Nézd meg még egyszer a hat szót. Húnyd be a szemed. És most kinyithatod. Melyik szó bújt el? A hóvirág, nagyon jó. Még egy utolsó, lássuk. Nézd meg a hat szót, most csukd be a szemed. Kinyithatod. Melyik szót bújtattam el? A tavasz, nagyon ügyesek vagytok. Most az a feladat, hogy keressük meg az első három szónak, az első oszlopból a párját a második oszlopból. Cinege párja mi lehet? Hát a madár, ugye? A cinege egy madár. A tavaszhoz mi lesz? Tavasznak mi lesz a párja? Az évszak, a tavasz egy évszak hóvirág lesz, az pedig egy virág. Nagyon jó. Itt láthatjátok a kis cinegét, a mai mesén főszereplőjét. Most szeretném, hogyha a mesét összefoglalnánk egy rövid versike formájában, amelynek a neve öt soros. Benne van a nevében, hogy öt sorból fog állni. Az csoros versikének megvan a saját szabályai, hogy hogyan kell megalkotni. Egyszerű. Az első sor egyetlen egy szó. Ki? A cinege. Kiről szól a mi versünk? A cinegéről. Milyen? Mondjunk róla a két tulajdonságot. Milyen ez a cinege? Milyennek ismertük meg? Hűséges, lelkes, mit csinál? Mondjunk három olyan szót, amely arra fele, hogy mit csinál a meséből, gondolkozzunk csak. Marad, itt marad télen is, szeret, ugye sokat mondogatta, és keres. A negyedik sor, mit tudtál meg róla? Egyetlen egy mondatot, amely négy szóból áll. Mit tudtál meg róla? Jutalma, a tavasz ébresztése. És elérkeztünk az ötödik sorhoz, a téma más szóval, vagyis a cinege, mondjuk más szóval, mi a cinege? A cinege egy madár. Most elolvasok az öt soros belségét, ami keletkezett. Cinege, hűséges, lelkes, marad, szeret, keres, jutalma, a tavasz ébresztése madár. Én remélem, hogy megszerettétek ezt a kis cinegét, ugyanúgy, mint uh, én. Télen, ha majd látsz egy kis cinegét az udvarodon, vagy az ablakpárkányodon, akkor jusson eszedbe, hogy ő az a kis cinege, aki felébreszte a tavaszt mindenki örömére. Tegyél egy kis diót, vagy szalonnát, hogy ne éhezzen, szegény kis madár. Örülök, hogy együtt lehettünk a mai napon. Most elköszönök, viszont látásra gyerekek!